Turisztika városismereti családi társasjáték készült Paksról, megmérettetés vetélkedőre hívja a diákokat a paksi német nemzetiségi önkormányzat, graffiti részegen festett falakra egy 22 éves paksi férfi. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket. Városismereti családi társasjátékot készített az önkormányzat turisztikai városmarketing és kommunikációs csoportja, amely turisztikai célzattal mutatja be a várost az akkor és most jegyében régi és mai képekkel illusztrálva. A társasjátékból a település oktatási és kulturális intézmények részére juttat az önkormányzat, de a Turistinfo irodában limitált példányszámban megvásárolható lesz. Paksváros önkormányzata 2019-ben több eseményen is megemlékezett az 1979. január 1-jei városráavatás 40. évfordulójáról. A jubileumi év lezárásaként elkészült egy városismereti családi társasjáték, amit Szabó Péter polgármester és dr. Hanol János csoportvezető sajtótájékoztató mutatott be. A társasjátékkal kettős célunk van. Az egyik az az, hogy a gyermekek körében, hiszen ők jelentik a jövőt Paks város számára, a gyermekek körében minél inkább erősítsük a Pakshoz való kötődést, hogy minél inkább megismerhessék Paksnak a történelmét, jelenét, kultúráját. Azon túl, hogy ezt így magunknak, paksiaknak szántuk, azon túl én azt gondolom, hogy turisztikai célokat is tudunk ezzel szolgálni. Ha valaki ellátogat Paksra, és nincs ideje mindent esetleg végiglátogatni, akkor ezt a társasjátékot meg tudja vásárolni. A játék 4000 forint ellenében a Paksi Turistinfo irodában beszerezhető. A társast Mészáros T. László gyártotta, az arculati kivitelezés pedig a hivatal turisztikai városmarketing és kommunikációs csoportja készítette elő. A grafika Kajtár Krisztina kezemunkáját dicséri. 24 kártya van a csomagban, ami a játékhoz, a játéktáblához jár. Ezekből 8 kártyán az egykori tanástitkár, dr. Tarján Balázs tavaly előkerült ritka, színes városképi diafotói szerepelnek, hozzá tartozó kapcsolódó helytörténeti leírással. Egy kártyán az 1979-es városi nyilvánítási díszoklevél ismertetése látható, illetve a többi 15 kártyán pedig a város turisztikai látnivalói nevezetességei láthatók, akár a Lusszónium, Sárgödörtér, Dunapart, Ürgemező, Gárdonyi kilátó, templomok, múzeumok, gyógyfürdő, Erzsébetszolnát egészen az atomerőműig mindent feltüntettünk rajta. A társasjátékból első körben 100 darab készült, amit a paksi önkormányzat saját forrásból biztosított. Német nyelvi vetélkedőre hívja a paksi diákokat, a paksi német nemzetiségi önkormányzat az éveleje mozgalmasan indul, nem csak vetélkedőt szerveznek, hanem Dunakömlődön svábbált is tartanak majd. 1946-ban kigörgyült az első vonat, amely kiszállította a kiűzött németeket. Erre a Racskó Steffi alelnök által említett kitelepítési évfordulóra emlékezett az elmúlt években, és emlékezik meg idén is majd a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Paksi Úttörők Szövetségével közösen felső tagozatos német nyelvet tanuló paksi diákok számára szervezett vetélkedőn. Január közepén 20-án lesz a Sprichdeutsch német nyelvi vetélkedő. Ez korábban ugye december végén szokott lenni, de program tolódás miatt most már idén is, meg jövőre is akkorra lett áttéve. Ez a december 19-e a kisebbségek napja alkalmából tart, most már 13. alkalommal lesz. A Nemzetiségi Önkormányzat klub helyiségébe szervezett vetélkedő az idén is a német nemzetiség témakörére épül majd. A feladatokat, teszteket a svábok történetére, szokásaira, hagyományaira összpontosítva állítják össze. A vidám szórakozás sem maradhat el a Nemzetiségi Önkormányzatnál. Február 1-én Kömlődi faluházba hagyományos svábbálunk a szórakozásról, zenéről szól, ahol ez évben is a Roger Schilling zenekar adja alapzenét, vendég zenekarként pedig a Unterrock zenekar lesz, és természetesen most is fel fog lépni a Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja.
Elindult az idei személyi jövedelemadó rendszer, már minden aktuális bevallási információ elérhető a NAV honlapján, sőt, akik maguk szeretnék elkészíteni bevallásukat, hozzáférhetnek az adóbevallás webes kitöltő programjához, amely legegyszerűbben a NAV e-SZIA oldaláról érhető el. A felület akkor is alkalmas a bevallás elkészítésére, ha valaki nem az ügyfélkapun nyújtja be azt. A nyomtatvány továbbra is kitölthető az általános nyomtatvány kitöltő programmal, vagy akár papíron is. A NAV idén is minden adózónak készít adóbevallási tervezetet, amelyet március 15-től ügyfélkapun keresztül tekinthetnek majd meg az adózók. Felújították és kiépítették Németkéren a bel- és csapadékvízvédelmi rendszer jelentős részét. A beruházásra a terület és településfejlesztési operatív program pályázatán nyert forrást a község. A támogatási összeg mintegy 149 millió forint volt. Biztonságosabbá és élhetőbbé vált a németkéri lakosok jelentős részének lakókörnyezete azáltal, hogy mintegy 2443 méter hosszan felújították és kiépítették a bel- és csapadékvízvédelmi rendszert. A csapadékvíz elvezetésének első ütemére alig kevesebb, mint 150 millió forintot nyertünk el. Nyilván ez nem csak a kivitelezésre fordítandó tervezés és egyéb járulékos költségekre kell fordítani. A második ütemben pedig 50 ezer forint hiány 400 millióra pályáztunk. A sikeres projekt hatására a bel- és csapadékvízkároktól megvédett terület nagysága 12,4 hektárra növekedett. Elsősorban a magánházak védelméről van szó. A csapadékvizet szikkasztani tudtuk eddig, illetve még az sem, mert voltak bizonyos helyek, ahol még földárok sem volt teljesen kiárkolva. Nyilván, hogy minden építményt védeni kell, legyen az magánépület, vagy pedig középület, tehát ez minden épületünkre igaz. Vannak olyan helyeink a településen, utcák, mélyebb fekvési utcák, ahol nagyon magas egyébként is a talajvíz, ami nagy teher egy épület számára, nemhogy még pluszba mondjuk a csapadékvíz is elárasztja a mélyebben fekvő területeket. A topos forrás révén tehát a település egyik legnagyobb beruházása valósult meg az elmúlt időszakban, és a közelmúltban benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén folytatódhat a korszerűsítés. Egy éjszaka 12 falfirka elfogta a rendőrség azt a 22 éves férfit, aki a gyanú szerint házak falait festette össze Pakson. Fekete festéksprét használt, azzal rongálta meg az épületeket. Kihallgatásán beismerte a graffitizést, azt mondta, részeg volt, ezért kezdett el festeni, eljárás indult ellene. Szekta szimbólum alatt a felismerhetetlen firkálmány, a rózsaszínű falon kívül a téglaépület sem úszta meg, arra egy dohányzó alak került fel. A fotókat a rendőrség készítette a napokban Pakson. Január elején egy fiatal férfi szinte végigment a városon, és több falat is összefestett. A lakótelepen jól látszik, merre haladt a graffitiző, ezen a zöld házon kezdte a munkát, ide három mintát is felfirkált. Utána ezen a halvány lila színű házon folytatta a firkálást, ide kettő mintát is fújt. Végül itt fejezte be a rongálást, ez a fehér fal egyetlen egy mintával megúszta. Szörnyű. Az épület körül sétál Besenci Istvánné, az egyik olyan házban lakik, amelyik a firkálás áldozatául esett. A nyugdíjas asszony szerint az egész lakóközösség felháborodott a rongálás miatt. Nemrég el lett felújítva, és akkor befirkálják. Hát nem normális az ilyen. Firkálmány a fehér falon, a város központjában az egyik üzlet oldalára is nonfiguratív festmény került, egy vendéglátóhelyen lévő paksi lakos vette észre a graffitizőt, ezután szólt a rendőröknek, akik pár órán belül elfogták a 22 éves helyi férfit, kiderült, egy éjszaka alatt 12 graffitit készített. A 22 éves férfit 12 rendbeli kisebb kárt okozó rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, aki a cselekmények elkövetését elismerte. Érdekesség az eset kapcsán az, hogy a férfi elmondta kollégáimnak a gyanúsított kihallgatása során, hogy az este folyamán sok alkoholt ivott, és ennek hatására indult el a városban, és különböző helyszíneken házak homlokzatát firkálta össze. A károk akár több százezres nagyságrendűek is lehetnek, mivel a falakat valószínűleg újra kell festeni, a rendőrség eljárást indított a firkáló ellen.
kalotaszeg viseletével ismerkedhetnek meg az érdeklődők Bálint Tibor bújka készítő, a népművészetmestere munkáin és gyűjtött fotókon keresztül. A kiállítást Gál János, a népművészetmestere, a Néprajzi Múzeum nyugalmazott főrestaurátora, múzeumi főtanácsos nyitja meg. Közreműködnek a Szucsán Banda és vendégeik. A kiállítás január 11-én szombaton 16 órakor nyílik, és február 9-éig tekinthető meg a Csengei Dénes Kulturális Központ nyitvatartási idejében. Csütörtökön este többször megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, az esélye kevesebb, mint 10%. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 fok körül alakul. Pénteken napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható. Csapadék nem lesz, a nyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 8 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!